Hófehérbe öltözött gyermekek ünnepélyes bevonulásával vette kezdetét az első áldozási szentmise május 8-án az Egri Székesegyházban. Tele van a szívünk örömmel és boldogsággal ezen a napon, fogalmazott szentbeszédében Cibere Zsolt káplán, majd a gyermekekhez fordulva így folytatta. A megajándékozó Isten a ti jóságotokon keresztül tudja a legbeszédesebben kifejezésre juttatni mindazt, amit ő az emberről gondol. Akkor azt mondjuk, hogy a kenyér és a bor színe alatt magunkhoz vehetjük az átváltoztatott kenyérben és borban az Úr Jézus testét és vérét, akkor abban ott van egy sajátságos íz. Nem annyira az ostyának az íze vagy a boré, hanem az, ami megjelenik mindannyiunkban, Istennek az a gazdag ízvilága, ha szabad ilyet mondani, az megjelenik bennetek. És mindenkinek éppen ezért nem csak egyedi a tenyér rajzolata, mert tudjuk jól, nincs két egyforma. Nem csak a szemünk rajzolata nem egyforma, és nem csak az arcunk, hogy nem egyforma, hanem egy sajátos íze van mindannyiotoknak. És így értjük meg azt, hogy mit jelent az, hogy az Isten tápláló Isten. Ha azt mondjuk, hogy az Isten táplálék, akkor ezzel azt mondjuk, hogy az Isten a bennünk az életet éltető Isten. Hogy ott vagyunk mi, de ahhoz, hogy ez az élet bennünk eleven maradhasson, táplálékra van szükségünk. A szentbeszédet követően a szülők felállva közösen mondtak áldó imádságot az eukarisztiát magukhoz venni készülő gyermekeikre, akik ezt követően megújították keresztségi fogadalmukat. Az átváltoztatás szertartása után sorban az oltár mögé vonultak a gyermekek, ahol életükben először Krisztus titokzatos testében részesültek. A szentmise végén nem maradhatott el a Székesegyház előtti csoport fotózás és a szeretett vendégség sem, amelyre a főplébánia invitálta a gyermekeket.